A megyei értéktárbizottság munkájára is rányomta bélyegét a hazánkban tavasszal kirobbant koronavírus járvány. A testület idén eddig csak egy alkalommal, június végén tudott összeülni és dönteni a beérkezett javaslatokról. A pandémia az utóbbiakon is éreztette hatását, kevesebb ötlet érkezett, amelyet egyébként bárki ajánlhat. Fontos azonban tudni, hogy az adott értéknek először egy települési vagy tájegységi értéktárban kell szerepelnie, csak utána kerülhet be a megyeibe. A Lajstrom már 129 tételt számlál, miután ebben az évben újabb három elemmel bővült. A Nagykálói és az Újfehértói zsidó temető, illetve Móricz Zsigmondnak a írói munkássága, amely azt hiszem, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyétől abszolút elválaszthatatlan, és valóban egy ikonikus figurája, egy ikonikus alakja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, és nagyon örültünk annak, hogy ez a javaslat beérkezett, hiszen ez már egy régen pótolandó hiátusunk volt, amit nagyon szerettünk volna, hogyha valaki elkészít, és ezért örült a bizottság nagyon annak, hogy ez a javaslat beérkezett, és végre össze tudtunk ülni, és dönteni tudtunk erről a nagyon fontos értékről. A 9 tagot számláló bizottságban minden szakterületnek van képviselője, akik egyszerű többséggel döntenek a beérkezett javaslatokról. Amennyiben rábólintanak valamelyikre, azt a jogszabályban meghatározott kategóriák egyikébe sorolják be. Ilyen lehet például a kulturális örökség, illetve az épített vagy a természeti környezet. Az év nagy sikere, hogy két megyei tétel, a Beregi és Felső-Tiszavidéki keresztszemes hímzés, valamint a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhe és a Pócsi Búcsúk is bekerültek a Magyar Értéktárba. Ha ez megvan, akkor lehet hungarikummá javasolni egy értéket, és hát az első lépés megtörtént, tehát valóban nemzeti érték lett a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhe és a Pócsi Búcsúk, és ennek következtében, amint megkapjuk az írásos döntést, akkor a következő lépésünk az lesz, hogy elkészül a javaslat, és kérvényezni fogjuk azt, hogy hungarikum legyen ez a megyei érték. Annak idején a Kereszténydemokrata Néppárt jelenlegi frakcióvezetője kezdeményezte Mária Pucs nemzeti kegyhelyé nyilvánítását. Én bízom benne, hogy a következő Hungarikum Bizottság ülésen hungarikummá, tehát magyar nemzeti kincsé tudjuk nyilvánítani a Mária Pócsi kegyhelyet és magát a búcsút is. A helynek van egy adottsága és egy szellemiség, amit nekünk meg kell becsülnünk, hiszen látjuk, hogy Európában számos helyen Fatima, Mária Cell, Lourdes, Csesztohova, számos helyen vannak Mária kegyhelyek, és Mária Pócs illeszkedik ezen csodálatos helyszíneknek egyikébe, ami azt jelenti, hogy Magyarországon is van egy ilyen csodálatos hely, ezt nekünk meg kell őrizni, meg kell becsülnünk, és szerintem minél magasabb szinten fel kell mutatnunk valamennyi nemzedék számára. A Mária Pócsi kegyhelye a könnyező szűzanya ikonról vált híressé, amelyet aztán Bécsbe szállítottak, de a helyére került másolat is többször könnyezett.